Hölgyeim és uraim, folytatnánk a konferenciánkat. Az MMT díjaknak az átadása következik. Tisztelettel köszöntöm a Magyar Minőség Társaság nevében az online rendezvény résztvevőit, a pályázatok díjazottjait és a kedves vendégeket. Köszöntöm a díjak bíráló bizottságának tagjait, Rezsabek Nándort, Puskás Lászlót társaságunk alelnökét, és Tóth Csaba Lászlót, a Magyar Minőség főszerkesztőjét. A pályázatok részletes értékelését a Magyar Minőség 2021 évi decemberi száma fogja tartalmazni. A díjakat átadja Szabó Mirtil, a Magyar Minőség társaság elnöke. A Magyar Minőség háza 2020 díjra azon termékkel, termékcsaláddal vagy szolgáltatással lehetett pályázni, amelynek jellemzői. Magyarországon fejlesztették, állítják elő, vagy nyújtják. Minőség jellemzői kiemelkedők, minőségük egyenletes, mert a termék előállítása vagy a szolgáltatás nyújtása tanúsított minőségirányítási rendszerben folyik, vagy az egyenletesség egyéb módon bizonyítható. A termék előállítása és felhasználása vagy a szolgáltatás környezetkímélő. A díj ez évi nyertese a Fair Pay Control ZRT, Fair Pay Control számlamonitoring és követeléskezelő rendszer elnevezésű terméke. A Fair Pay Control rendszer használatával a cégeknek nem lesznek tartós kintlevőségei, segítségével a cégvezető vagy a pénzügyi munkatárs is mentesül az időrabló és idegesítő ügyintézéstől. A vezetői edukációra és tiszta kommunikációra épülő módszertan segítségével elérhető, hogy az ügyfeleinknek fizessenek először a kötelezettek. A rendszer mindezeken túlmenően naprakész állapotot mutat az összes kiállított számláról és a kötelezettek fizetési szokásairól. Barátságos hangvételű kezelési folyamaton vezetik végig a kötelezetteket. Automatikus értesítéseket küld a számla kiállításáról, a határidő közelettéről és, ha szükséges, a lejáratáról. A pályázott termék 98,6%-ban papírmentes, automatizált technológiával működik, mely környezettudatos működést eredményez. Az elhanyagolható mértékű maradék 1,4% a jelenlegi törvényű szabályozások miatt nem válhat egyelőre digitálissá. Gratulálunk! A díjat átveszi Jagodics Tamás, vezérigazgató. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az elismerést, és nagyon szépen köszönöm. Arra szeretném megkérni a Tamást, hogy mondjon néhány szót erről a szolgáltatásról. Felmegyek a pultra. Igen, igen, kérlek. Ér. Hát először is nagyon szépen köszönöm, és szeretném megköszönni az elnök asszonynak és mindenkinek ez az elismerést. Talán nem mindenki tudja, ez számomra nagyon-nagyon fontos, hiszen a Fair Pay Control egy olyan missziót, egy olyan víziót teljesít a magyar KKV szektorban, ami egy ilyen elismeréssel még bátrabbá és még öntudatosabbá teszi mind a céget, mind a kollégáit. Ugye nagyon szépen köszönöm a felvezetőben elmondottakat, hogy mi is a Fair Pay Control, nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról a minőségpolitikáról, amit mi képviselünk. Mi arra jöttünk rá az elmúlt 16-17 éves infodgi világban eltöltött időszakban, és mi nagyon régóta a KKV szektorral dolgozunk, hogy a változó gazdasági körülmények között van egy olyan fontos dolog egy cég életében, ami ha állandó, akkor kiszámíthatóbbá teszi jövőt, és az a cash flow. És talán minden vállalkozásnak volt már olyan jellegű problémája, hogy a van pénzem, de az ügyfelemnél van, és függ az én életem, az én életminőségem, a cégem minősége, életminősége, attól, hogy a vevőim hogyan fizetnek. És azt gondolom, hogy a magyar emberek nem szeretnek konfrontálódni, és mi arra olyan rendszert tudtunk létrehozni, ami tényleg emberbarát és kommunikációbarát, és magyarul egy szemmagasságban tud hozni egy kisebb vállalkozást, egy nagyobb vállalkozással, vagy több vállalkozás is jobban össze tud kapcsolni, és a barátság lapja pontos elszámolása, mondja a magyar közmondás, és a Fair Pay Control ezt maximálisan meg is valósítja.
És hogy miért fontos nekünk a díj? Néhány hónap ezelőtt kaptunk egy innovációs elismerést, hiszen egy olyan startupot is képvisek egyben, ami szeretné megváltoztatni a világot, ahogy hogyan fizetnek egymásnak a cégek, és a cégvezetők hogyan gondolkodnak a cashflow-ról. És most ez a magyar minőségdíj pedig arról biztosíthat minket is, és az ügyfeleinket is, hogy olyan minőségben tudjuk szolgáltatni ezt a kiváló innovációt, amivel biztonságban tud lenni az ügyfél olyan értelemben, hogy lesz szabad cashflow-ja továbbiakban is, és nem kell attól félnie, hogy az ő vevője azért, mert ő tudatosabban gondol a pénzügyeire, esetleg elhagyja, vagy hogy akár még annél is rosszabb, hogy nem fog neki fizetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a díj ez nem az én érdemem, hanem annak a csapatnak, annak a teamnek az érdeme, maroknyi embernek, aki hisz abban, hogy a magyar vállalkozások tudnak jó cashflow-t termelni, és tudnak a cégvezetők a vállalat építéssel foglalkozni, és nem azzal, hogy behajtsák a követeléseiket. Úgyhogy még egyszer köszönöm a Magyar Minőség Társaságnak és mindenkinek részt vett a bírálatban, hogy a Fair Pay Control Zrt-t részt vették ebbe a kiváló kitüntetésbe. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen a gondolatokat. Másodszorban a Magyar Minőség elektronikus folyóiratunk legjobb szerzője 2021 díjat adjuk át. A Magyar Minőség szerkesztősége díjazza az előző év legjobb cikkét író szerzőt. A 2021. évi díjat a minőség szolgálatában információbiztonsági gondolatok a Home Office körül című cikkéért dr. Horváth Zsolt nyerte el. A díjnyertes írás lapunk 2020. évi augusztus-szeptemberi számában jelent meg. Az otthonról való dolgozás jó magyar kifejezéssel a home office már korábban is létezett, de tömegessé csak a pandémia alatt vált. A szerző az írásának az elején megpróbál világos definíciót adni a home office-ra, de megjegyzi, hogy ennek értelmezésében még a munkaadók sem egységesek. Dr. Horváth Zsol dolgozatában az információbiztonságot három fő területen vizsgálja. A home office-ban dolgozó munkatársak, mint végpont szempontjából, a központi, azaz szerver oldali eszköz vagy alkalmazás szempontjából, végül az internetes kapcsolatot biztosító szoftver szempontjából. Gratulálunk! Dr. Horváth Zsol sajnos nem tudott eljönni egészségügyi okok miatt, ezért a díjat később adjuk át számára. Végezetül szeretném megkérni a díjátadás résztvevőit, hogy egy közös fotó erejéig álljanak meg a terem kijárata előtt. Ezt követően szeretettel várjuk kedves megjelent vendégeinket egy kocintásra, a díjazottak egészségére. A rendezvényünket hamarosan 12 órakor folytatjuk.